idén is beiskolázási csomagban részesülnek az általános iskolák magyar tannyelvi osztályba iratkozó elsősei Vajdaság szerte. A csomagokat 2011 óta a Magyar Nemzeti Tanács osztja ki a magyar kormány jóvoltából. Augusztus 29-e és szeptember 2-a között a magyar osztályba iratkozó diákok nem csak gazdag tanszercsomagban, hanem iskolatáskában is részesülnek, amely a Rákóczi Szövetség adománya. Kisgyermekes családok számára osztottak ki gyermeküléseket Topolyán. A Topolya község önkormányzat által meghirdetett közlekedésbiztonsági pályázaton több mint 80 család pályázott sikeresen. Az ünnepélyes átadó során a szülők egy rövid bemutatót is láthattak a gyerekülések biztonságos használatáról. Mintegy 1500 euró értékű adományt adtak át a Szent György Lovagrend szabadkai priorátusának tagjai a Hajdújárási Lurkóház védencei számára. Iskolatáskák, tanszerek, kézműves eszközök, de konyhai robotgép és klímaberendezés is szerepelt az ajándékozott tárgyak között. A jótékonysági akcióban több magánszemélyi vállalat és szervezet, de a Magyarországi Vámjövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége is részt vett. Novák Djokovic bejutott a US Open második fordulójába, miután sima 6-2-6-2-6-4-es győzelmet aratott a moldovai Radu Albot ellen. A szerb teniszező ezzel sikeresen kezdte meg címvédését New Yorkban. Djokovic a második fordulóban Györe László ellen lép pályára.